Szia! Ez itt a Planche TV, ahol a gyakorlatok helyes végrehajtásával foglalkozunk. A mai gyakorlatunk a középső fenékizom teljesítményért felelős. A testhelyzet nagyjából olyan, mint amikor a hátunkon fekszünk, fenn vannak húzva a térdeink, talpunk a talajon, csak éppen ez a gyakorlat, ez egy oldalfekvésből történik. Alátámaszthatod a fejed a alul lévő karoddal, fontos, hogy a térdet 90 fokot zárjon be, és mind a két lábfejed össze legyen zárva. A gyakorlat pedig annyiból áll, hogy távolítod a térdeket egymástól, anélkül, hogy a két lábfejed elmozdulna. Nagyon jó. A gyakorlat könnyítése érdekében, és ha nincsen segítséged, akkor ugyanígy a fal mellé is odafeküdhetsz. Ez azt eredményezi, hogy a törzsedet megtartja a fal, és így csak a középső farizmokból és a csípőből távolítod a térdet. Csinálj meg légy szíves 5 ismétlést. Tartjuk a derekát, vagy a fal tartja ugyanúgy a derekát, távolítja a térdét, és a lábfejek összezárva maradnak. Mind a két oldalra megcsinálsz az első héten ebből egyszer 10 ismétlés, majd a következő héten 12 ismétlés, és így tovább mehetsz fel az ismétlés számok növelésével.